akár egy falubeli fiú is ellenőrizni. Köszönöm egészségetekre! A győzelemre. Én ugye nem vagyok huszárruhában, de hát... Gyalog. Gyalog. Gyalóra is ürhet. Lesz még toborzó. Lesz még toborzó. Valóra jó repesse, meg úgy csak ritkán megyünk. És mi készül? Kecske pörköl. Isten éltesse a tápió kultúrát. Szervusztok gyerekek! Köszönöm még ez a mosolyt kértem, köszönöm szépen. Mi készül? Pandúrgulyás. Ez mitől pandúr? Azt a pandúr, van benne felsőt, tárgyújtát, gyorsó, gomba, marrakos, bizonyi kell vele. És honnan tetszettek hozni ezt a receptet, honnan jöttek? Még Jászberényben talált veszítettek, szabaj ugyanígy készítettek, és úgy gondoltuk, hogy elkészítettek a tárgyújtát. Önök akkor berények ezek szerint, nem? Ja, bicskeiek. Ja, értem, csak berényből van, berényből van az ötlet. Ti már készen is vagytok, készen hogy mi? Vagyunk. Kire? Visszük. Petyár, kívülkötlet lesz. Aha. Szarvonyával, és visszük a csődőbe. És akkor először kiszervíroztátok a vasrag részét, és akkor rátszítitek most még a leves? Vagy hogyan van ez? Ez így van? Ez már készen van. Ez így teljesen készen. Igen, kevés lével kell tálalni. Kevés lével. Aha. Aha. Na sok sikert van. Hát, hölgyeim, uraim, ez igencsak babra munka. Bizony. Babra megy. Babra megy? Babra megy. Szó szerint? Szó szerint? Szó szerint? Szó szerint babra megy. Szó szerint babra megy. Na, azért egy kukkantás a lényegére. Na, jó van egy kicsit. Na, köszönjük szépen. Köszönjük. Ez lehet. Az őzésként az őseimnek az ételeiből próbálok mindig olyan ételsort összeállítani, ami arra tájra volt jellemző. Gyerekkoromnak az ételei gyakorlatilag találó. Köszönjük szépen, sok sikert hozzá! Anikó, hány nevezés érkezett? 33. Még ilyen sok csapat nem volt felnőtt, mert ugye mindig gyerekcsapatokkal volt sok, most gyerekcsapat nincs, ez mind felnőtt. Azért örömmel láttam, hogy nagyon sok fiatal ember volt itt, tehát 18-25 év körüli srácok, lányok is nekiugrottak ennek a hagyományőrző főzésnek. Igen, igen, hát hál' Istennek most már fiatalokat tudja lehet fogni főzésre. Annyi szeretnék elmondani, hogy én már ilyenkor tívek után járok ide, egy ilyen megmozdulás, ilyen sok csapat még nem volt. Mert hozzá lennék az, hogy 12 darab, ami szokott lenni, vagy 13 darab iskola, hogy paprikásokat szoktak főzni, akkor 40-50 csapat lenne. Ez a részvételi arány önmagáig beszél. Tehát valami történt Tápióbicskén, a magassági magadat megvan most már. És meg kell nézni, hogy mennyien be vannak hagyományozó ruhába öltözve, ami nem volt jellemző.
akkor a célját eléri a verseny idővel arra alakul, amerre ti terveztétek. Hát reméljük, hogy egyre színesebb lesz, minden évben színesebb. Mikorra tervezitek az eredményhirdetést? 3 órára. Köszönjük szépen, jó munkát! Szervusztok! Szervusz! Honnan tudtatok erről a kiváló rendezvényről, gyerekek? Internet, nem hittem. Nem, valami Tarnavölgy, mint említett volna valamit. Jó van, szervusz!